Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kavai Városi Televízió adását látják. Októberben, vagy ahogy őseink nevezték a Minden Szentek havában először, idei évfolyamunkban 40. alkalommal. Október 1-én, vasárnap Malvin és Teríz napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon. Yehudi Menuhin, a világhírű hegedű művész kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét ugyanakkor a zene világnapjává is nyilvánította. Mindez születésem idején 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek az időseknek és a zenének. Zenés programokkal köszöntik a kabai időseket is holnap, október 2-án hétfőn délelőtt 10 órakor az egykori TS iskola nagy termében. Városunk polgármestere Szegi Emma mond ünnepi beszédet, majd a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő és operett énekes Oswald Marika műsorát tekinthetik meg azok, akik ellátogatnak a rendezvényre. A művész nő egyébként örökös tagja a Halhatatlanok társulatának, valamint az Érdemes Művész kitüntető cím birtokosa. Mindenkit várnak szeretettel, a belépés díjtalan. Kameránkkal mi is ott leszünk, és beszámolunk a szépkorúak kabai köszöntéséről. Kedves nézőink, mai műsorunkban két sportos rendezvényről is közvetítünk, de egy igen fontos új helyi rendelet megalkotásáról is beszámolunk. Nézzük, hogy pontosan melyek voltak ezek, képes ajánlatunk következik. Fontos a városlakók nyugalma, a közösségi terek tisztasága és rendje. Rendeletet fogadott el Kavaváros önkormányzat képviselőtestülete a közösségi együttélés szabályairól, valamint a szabályokat megsértők szankcionálási lehetőségeiről. Hajdúszoboszlón rendezték a birkózók országos diákolimpiai döntőjét. A nagyszabású versenyen több mint 60 település, 167 birkózó palántája lépett szőnyegre a szombati napon, köztük a kavai Meteorit Ese egyik versenyzője. A helyszínen forgató stábunk Bacsa Péterrel, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnökével és másokkal is készített interjút, természetesen a kavai Meteorit Ese szakosztályvezetőjével, a megyei szövetség elnökével, Mester Lajossal is értékeltünk a rangos országos utánpótlás viadalt. Kabán is megalakult a DVSC szurkolói klubja. A múlt csütörtöki Holló étteremben tartott rendezvényen a klub kezdeményezője Gali Tibor agrármérnök köszöntötte jelenlévőket. A mostanában újra egyre jobb eredményeket elérő DVSC-t a vezetőedző Herceg András és két játékosa képviselte. A szurkolói összejövetelen jelen volt Kaba polgármestere Szegi Emma, a város református lelkésze Sohajda Mihály, valamint a Holló étterem tulajdonosa Molnár Attila is, akik szintén nagy rajongói a piros-fehér NB1-es futballcsapatnak. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről fogadott el új helyi rendeletet Kavaváros önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi szeptember 21-i ülésén. A város lakóinak nyugalma, valamint a közösségi terek rendjének és tisztaságának védelme indokoltá tette, hogy egy új rendelet szabályozza a közösségi együttélés alapvető szokásrendjét, és részletesen taglalja azok megsértésének szankcionálási lehetőségeit. Az elfogadott új jogszabály előkészítése során úgynevezett hatástanulmányt készítettek, amely részletesen taglalta az új rendelet költségvetési, gazdasági, környezeti és adminisztratív hatásait. Dr. Bálint Albert jegyző úr elmondta, olyan specifikus problémákat szeretnének szabályozni, amelyek Kabán is gyakorta előfordulnak. Megemlítette, hogy elsősorban nem büntetni szeretnének, de fontosnak tartják meghatározni a helyi együttélés alapvető szabályait és hatékonyan kezelni a felmerülő problémákat.
Mint elmondta, eddig is kerülték a felesleges formalizált eljárásokat, de immár szankciókat is megállapíthatnak a polgármesteri hivatal illetékesei a renitensekkel szemben. A rendelet aprólékosan sorolja a szabályokba ütköző magatartásokat, úgy mint az önkormányzat jelképeivel való visszaélést, a házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekményeket, a zajvédelemmel összefüggő magatartásokat, a zöld felületek élővilágának védelmét, célzó intézkedéseket, a zöld felületek fenntartásával és védelmével kapcsolatos sértő cselekményeket. Meghatározták a növények telepítési távolságára vonatkozó előírásokat, a belterületi vizek elleni ártó cselekményeket, a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos szabálytalanságokat, a köztisztaság rendje elleni cselekményeket, a közterületek rendjét célzó tevékenységek szankcióit, de a kettelésből tartott állatok tartási rendjét is szabályozták. Döntöttek egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről is. De hogy mégis mondjak egy kis konkrétumot is, tehát itt elsősorban köztisztasági, közterületi problémák megoldására nyílik lehetőség, növények telepítési távolságának szankcionálására is nyílik lehetőség. Ugye hát ez magyarul azt jelenti, hogy rendszeres probléma, hogy mennyire közel ültetik a fákat, bokrokat a szomszédok, és hát visszamenőleg természetesen ez nem alkalmazható, de a jövőre nézve igen. Úgyhogy ilyen jellegű helyi együttélési szabályok kerültek itt meghatározásra, és ezeknek a szankcionálására nyílik lehetőség a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy igazából mindenképpen indokolt volt a rendeletnek a létrehozatala, hiszen nagyon sok a feljelentés is egyébként, tehát elég gyakori a hivatal napi szinten ezzel találkozik, és ugye nagyon gyakran előfordult az, hogy jogszabály hiány nem volt, nem igazán tudtunk mi alapján eljárni a hivatal, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Egyébként a növénytelepítés az régen is volt, tehát volt ilyen rendeletünk régről is, ezt csinálta a testület, már megalkotta, és én javasolnám azt is, hogy ahhoz hasonlóan most is minden háztartásba ezt a rendeletet eljuttatni, mert meglepően egyébként sokan meg is tartották, és arra hivatkozva nagyon sokan jöttek adott esetben akár reklamálni, hogy a szomszéd nem annyi méterre ülteti a háztövétől a különböző növényeket, úgyhogy én azt javaslom, hogy ez is jusson el akár minden háztartásba, és legyen ott az embereknek, hogy legyenek tisztában ezekkel a szabályokkal. Szeretném megerősíteni, nyilván nem a büntetési szándék van mögöttem, eddig sem volt igazából, de nyilván azt gondoljuk, hogy indokolt egy bizonyos összeghatárt megszabni. Itt a jelen esetünkben 200 ezer forint a legmagasabb, tehát magánszemély esetében, és 2 millió forint, ugye, a közületek esetében a legmagasabb kiszabható bírság. És ez nem azért 200 ezer forint, mert az a gyakorlat, hogy 200 ezer forintos. Nyilván itt minden figyelembe a súlya, a mindenféle figyelembevételel kell, ha arra kerül a sor, bár én azt gondolom, hogy bízunk benne, hogy nem fog rá sor kerülni a bírság kiszabására, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen indokolt egy ilyen rendelet megalkotása, és bízom benne, hogy ez egy sorvezető is lehet egyébként a továbbiakban a szabályokra. Először rendeztek birkózó diákolimpiát Hajdúszoboszlón. A hajdúszoboszlói diákolimpián a 10-11 éves birkózó palánták között kabai versenyzői szőnyegre lépett. Az ország számos pontjáról több mint 60 egyesület, 167 versenyzője érkezett Hajdúszoboszlóra az Országos Diákolimpia második korcsoportos szabadfogású diákolimpiai bajnokságának döntőjére. A szeptember 16-án és 17-én 6 területen lebonyolított diákolimpiai területi bajnokságokról lehetett részvételi jogot szerezni a szeptember 23-ai Hajdúszoboszlói második korcsoportos diákolimpiai bajnoki döntőre, tudtuk
tudtuk meg a szervezőktől. Több mint 200 fiatal jutott be a Szoboszlón megtartott fináléba, de végül csak 167 birkózó palánta csapott össze a diákolimpiai bajnoki címekért és érmekért. A három szőnyeges megmérettetésen, a legkisebbektől kezdve egészen a legnagyobbakig, mindenki igyekezett a legjobb tudását nyújtani a szőnyegen, végül 14 bajnoki címből 7-et vidéki iskolába járó tanulók nyertek, míg a maradék 7-ben budapesti versenyzők diadalmaskodtak. Talán egy éve, hogy találkoztunk Kabán Bacsa Péter országos alelnök úrral, és hát nem csoda, hogy ezen a rangos diákolimpiai döntőn itt van Hajdúszoboszlón, hiszen még a kisebb versenyekre is szívesen eljár, felügyeli a szakmai munkát. Milyennek az idei diákolimpiai kiírásnak a különlegessége? Hát a diákolimpia mindig is egy különös verseny, hiszen országos bajnokságok vannak minden korosztályban, de a diákolimpia ugye már csak a neveből is adódóan olimpia. A gyerekeknek egy megkettőzött, megtöbbszörözött erőt ad arra, hogy itt küzdjenek és büszkék legyenek otthon a családjuknál és a klubokban, hogy ők diákolimpiai bajnok. És a versenynek a presztízse is nagy, hiszen aki még diákolimpián akár érmet szerez, az is nagyon nagy elismerés. Igen, hát még nem győzöm hangsúlyozni, hogy a srácoknak ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a diákolimpián részt vehetnek. Emlékszem, én még nem is olyan régen, bár több mint 30 éve, én akkor még úttörő olimpiának hívták, én is arra egész évben arra készültem, hogy egyszer úttörő olimpiai bajnok legyek. Közben az országos bajnokságok jöttek, mentek, de hát ez tényleg ez egy nagy megtiszteltetés, ott akár még érmet is szerezni. Biztos van egy kis üzenete, hogy Hajdúszoboszló megkapta a rendezési jogot, hiszen nem olyan régen, pár évvel ezelőtt indult újra a birkózó élet a városban, de hát ugye tudjuk, hogy Hajdú-Bihar megyében sok más kisebb településen nagyon komoly birkózó hagyományokkal rendelkeznek. Igen, hát Hajdú-Bihar megye mindig is egy kifogyhatatlan szigete volt a magyar birkózásnak. Ugye gondoljunk csak Hordos Imrére, Gál Henrikre, Kovács Istvánra, aki ugye innen a közelből származik. Itt rengeteg aktív klub van, azt mondom, hogy az egyik legerősebb bázisa a magyar birkózásnak, és ezért is kiemelt szerepe van a megyének és a környéknek, ezért is kapnak olyan sok versenyt, és hát Hajdúszoboszlóra pedig külön büszkék vagyunk, hiszen itt 30 év után alakult újra a birkózás, és tényleg nagyon komoly szakmai munkával, 6 év alatt fölküzdötték magukat, ugye az első 50 klub közé Magyarországon, ugye 120 klub tekintetében ez egy nagyon komoly eredmény 6 éves munkával. Elkezdődtek a küzdelmek, lehet, hogy a sípok és a hangos beszélő egy kicsit zavarja a beszédünket, de a lényeg az, hogy az új elnökség nem csak a nagy klubokat, hanem a kisebb klubokat is támogatja, és ezt érzik a vezetők. Igen, hát ez kiemelt célunk volt 3 évvel ezelőtt is, hogy átláthatóbban és teljesítményorientáltabban kapják a klubok a támogatást. Erre akár jó példa Hajdúszoboszló is, hiszen komoly eredményével komoly támogatást is kap, amiből tovább tudnak fejlődni, és bízunk benne, hogy célként ők is azt tűzték ki, hogy az első 30 klub közébe kerüljenek itt a következő pár évben. Hajdúszoboszló városa ad otthont az idei birkózó diákolimpiai országos döntőnek, és ha a birkózás, akkor ugye a sárrét mindig érintve van. Bodó Sándor országgyűlési képviselő egyébként is el szokott látogatni a különböző sportrendezvényekre, de most egy kicsit azért jobban megdobog az ember szíve ilyenkor, amikor a saját településeink kis birkózó palántáinak lehet drukkolni. Hát valóban birkózásban kötelező jónak lenni itt a térségben, de hát ez nem csak egy elhatározás kérdés, hanem évtizedes szívós munka eredménye. Most itt hirtelen talán össze sem tudjuk számolni, de a környező települések mindegyike, most már mondhatom, hogy mindegyike képviselteti magát itt a diákolimpián. Van, aki egy versenyzővel, van, aki többe, de nyilván a versenyzés már csak ilyen. Én örülök neki, hogy Kabaiak, Püspök, Ladányiak, Hajdúszoboszlók, nyilván házigazdaként is, Tiszacsege, tehát tényleg mindenki van. Nagy Rábét is láttam talán az előbbit. Tehát olyan népszerűség és olyan beágyazottság van, hogy a diákolimpiára jutnak ezek a gyerekek. Ez óriási dolog, mert hát itt azért kis településeket is említettünk, így aztán nagyon nehéz dolog bekerülni egy országos vérkeringésbe. Amikor beszélgettünk az előbb alelnök úrral, tényleg az volt a meghatottságunk oka, hogy olyan minden az egész környezet, mint egy igazi olimpia. Eskütétel, olimpiai láng, itt vannak az érmek, a kupák, tehát arra a hangulatra is felkészítjük őket, ami reményeim szerint majd felnőttként is vár rájuk, hogyha jelentős versenyeken tudnak szerepelni.
És hát nyilvánvalóan azért ez a térségnek egy megtiszteltetés, hogy itt Hajdúszoboszló adhat otthont ennek a nagyszabású rendezvénynek, mert ha megnézzük az érkezőket, akkor az ország minden pontjáról vannak itt versenyzők, egyesületek. Valóban így van, ezért sorba állnak, hogy rendeztessenek ilyen versenyt az egyesületek, és hát Hajdúszoboszlón, hogy elhangzott tényleg jogosan, az utóbbi években olyan szívós, elismerésre méltó munka alakult ki a birkózó csoport körül, hogy ez mindenképpen megérdemli ezt a támogatást. Hát ilyenkor én mindig arra próbálom rávenni az egyesületi vezetőket, edzőket, hogy ettől jobb alkalmat nem találnak arra sem, hogy egymással beszélhessenek, de arra különösen nem, hogy az országos vezetése, alelnök úr itt van, nemzetközi bírók itt vannak, tehát akár kötetlen, akár kötött formában is lehet olyan véleményt cserélni, olyan ismeretekre szert tenni, amit azért máskor nem adatik meg. Most meg helybe jött tulajdonképpen minden, és ez óriási dolog. Hajdúszoboszlón évtizedes hagyományai voltak a birkózásnak, aztán volt egy ilyen 30 éves Csipke Rózsika álló, és azért azt említsük meg, hogy kellett egy kis kabai segítség, hogy újraéledjen itt ez a méltán népszerű, régi hagyományokkal bíró sportág. Hát szerencsére itt az edzők tulajdonképpen nem kötődnek olyan értelemben, majd nem szigorúan kötődnek egy-egy egyesülethez vagy településhez. Ha azt látják, hogy a szomszédban kell segíteni, akkor önzetlenül mennek. Itt is erre láthatunk jó példákat. Hát valamikor a Tigáz keretében egy komoly nehéz atlétikai munka folyt, aztán átalakult, ami átalakult, és hát ennek vesztese lett egyébként sok sportág, többek között a birkózás is. Amikor újra élet ez a bizonyos Csipke Rózsika álom, akkor pedig hát a birkózás talán elsőként jött ki ebből a spirálból, és most már egyre szebb és jobb eredményeket érnek el. Hát Kabai ugye a megyei elnök, a Lajos bátyánk ugye, aki tényleg oda teszi magát, helyben Pánisz Laci tényleg egy olyan kiváló munkát végez, és abszolút elkötelezett, hogy sikerre garancia van, helyi támogatók is vannak, hát tulajdonképpen ügyes gyerekek, támogató szülők, és ha megvan a környezet, a feltétel, akkor bizony jó eredmények születnek. Amikor elhangzott, hogy mi is a jó eredmény, ugye, mert mi a jó eredmény, hát akkor nagyon találóan fogalmazta meg itt talán az előbb valaki, hogy hát az a legfontosabb, hogy ezek a gyerekek sportoljanak. És hogyha már a sport világából kapnak egy kis ízelítőt, akkor életformát tudnak kialakítani, egészségesebben tudnak élni, esetleg majd a későbbekben a gyerekeiket is erre tudják nevelni, nyilván az még sok idő, de valahol talán az egész harmonikus életünknek ez lenne az egyik feltétele, hogy a sporttal mindenki legyen minél közelebbi barátságban, ezért mindent meg is kell tennünk. Jónás Endre nagyon sok ponton érdekelt ebben a mai diákolimpiai országos döntőben, hiszen a helyi birkózó sportegyesületnek alelnöke, és büszke édesapaként, ha jól tudom, valamennyi fiú csemetéje birkózik. Hogyan kezdődött el ez a birkózás újraélesztéseit Hajdúszoboszlón néhány évvel ezelőtt? Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Bényai Sanyiék kezdték annak idején, ők nekik a fejébe született meg újra ez az ötlet, mert nagyon sok éve már nem működött a birkózó egyesület itt Szoboszlón, és tényleg nagy múltra visszatekintő olimpikonunk van birkózásban. És ők fejében született meg
próbálták hirdetni óvodákban, iskolákban, és mi is így csatlakoztunk hozzá, hogy hát lassan 6 éve már. Hogy... És hát életetek része lett a birkózás olyan módon, hogy először szülőként, támogatóként, most már pedig ugye alelnökként segíted a munkát. Jól érzem, hogy ez egy óriási esemény, egy igazi ünnep az egyesület életében, a birkózás életében? Igen, igen, minden évben rendeztünk kisebb versenyeket, de diákolimpiát még sose, úgyhogy nekünk is ez egy óriási dolog magának az egyesületnek, és a szülőknek, a gyerekeknek is, hogy itt lehet Szoboszlón a diák 2-es diákolimpia. Vannak-e helyi srácok? Igen, igen. Mind a három gyermekünk kvalifikálta magát. Gyöngyösen volt a kvalifikációs verseny. Szerencsére mind a három gyermek, aki ebben a korosztályban van, mind a hárman kvalifikálták magukat, úgyhogy itt vannak a versenyen és küzdenek az érmekért. És ha jól tudom, akkor a három gyerek között saját fiú is van. Igen, 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 az egyik gyermek a sajátom. A négyből az egyik most itt van és versenyzik. Nagyon összetartó a megyei birkózó csapat, a birkózó egyesületek, és ha jól tudom, akkor a kabaiak már a kezdetektől segítették a helyi szoboszlói birkózó sportegyesület munkáját. Igen, 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 Mester Lajos bácsi, ő kezdte el edzőként a gyerekek nevelését, utána csatlakozott be, volt tanítványa Makula Tomi, ő is kabai illetőségű, és azóta töretlenül hajtunk, csináljuk a munkát. És ha jól láttam, Makula Tomi most éppen bíróként is segíti a munkát. Mit kell tudni erről a versenyről? Látom, hogy három birkózó szőnyegen mennek a küzdelmek, sokáig fog tartani. De mégis honnan érkeztek, mennyi versenyző? Egy-két paramétert osszál meg a nézőkkel. 60-65 csapat jött el. Majdnem 200 gyermek van. 204 fő, azt hiszem, annyi kvalifikálta magát ide erre a korosztályra. És az ország minden tájáról, úgyhogy Zalaegerszegtől, most nem is tudom hirtelen, de tényleg az egész ország itt van, akinek sikerült bejutni. Gondolom, hogy a küzdelmek egészen estig el fognak tartani. Hát igen, valószínűleg ilyenkor egészen 4-5 óráig biztos, hogy mennek a küzdelmek. Köszönöm szépen, sok sikert és hasonló a sikeres folytatás. Köszönjük szépen. Köszönjük. Verseny sűrűjében nem volt alkalmunk Mester Lajossal beszélgetni, hiszen mint szakosztályvezető edző is érintett volt, mint megyei elnök is érintett volt, sok teendője volt a verseny folyamán, viszont már itthon, Kabán az első edzés követően beszélhetünk, meghatározhatjuk, hogy az értékelés hogyan sikerült ez a második korcsoportos diákolimpia kabai szempontból. Hát most az egyszer kabai szempontból nem a legjobbat tudom mondani is. Kettő gyerek volt jogosult, hogy a diák 2-es olimpián részt vegyen. Sajnos az egyik gyerek nem tudta hozni a súlyát, és itt úgy van, hogy a területi verseny, ami Gyöngyösen volt megtartva, ott a Bakula Dani megszerezte a továbbjutás lehetőséget, de viszont itt 60 dekája volt, és itt a szabály az van, hogy ha valaki átlépi a súlyhatát, akkor a következő súlycsoportban nem indulhat, és így ki lett zárva.
ő másik a 35 kilóba Szoboszlai Gábor indult, de hát kemény ellenfélre talált, legyőzték és utána sajnos nem jutott még a vigaszágra se. Akkor ez most éppen nem volt egy sikeres, de hogy értékelte magát a rendezést, hiszen Hajdúszoboszlón először volt ilyen rangos verseny? Sikerült Hajdúszoboszlónnal lehozni ezt a nagy országos szintű versenyt, hiszen a Diák Olimpiának az országos döntője volt, és hát nagyon csodálatosan meg volt szervezve a rendezőknek minden köszönetem, Pánis Lacinak, Jónás Endrének és a többi segítségnek, hogy ilyen színvonalasan megrendezték ezt a versenyt, így hisz egész idő alatt fennakadás nélkül, sérülés nélkül zajlott le ez a verseny. De mondhatjuk, hogy ez egy elismerés a Hajdú-Bihar megyei birkózó életnek. Igen, ez egy rangot is adott nekünk evel, hisz lejött a ügyvezető, a lelnök, Bacsa Péter személyébe, aki szintén a legnagyobb elismeréssel beszélt erről a rendezésről, és gördülékeny volt minden, és már felajánlották, vagy Peti Péter felajánlotta, hogy ha lesz rá lehetőség jövőre is, próbáljon Hajdúszoboszló ilyen nagyobb minőségű versenyt csinálni. Ez jó kabai szempontból, hiszen nem kell messzire utazni, de hát nem lesz ez mindig így, hiszen az elkövetkezendő időszakban lesznek bizony hosszabb kirándulásai a szakosztálynak. Igen, most hétvégén, 29-én, 30-án a diák egyesekkel és a serdülőkkel megyünk Kecskemétre, majd azt követi október 7-én Kabán itt a Meteorit Kupa és az Antal Imre emlékverseny, de szombaton itt a lányok lebírkoznak, vagyis egy lányunk van mostan, Halász Anita, és délután már indulunk vele Kaposvárra a serdülő magyar bajnokságra. Ez a kabai birkózó verseny már elképzelhető, hogy az új csarnokban lesz megrendezve? Hát szívem szerint én már azt szeretném megrendezni, meg kaptunk rá olyan ígéretet, hogyha lehet, akkor meg tudjuk ott csinálni a versenyt. Tűzsér lövi, ezt is gól! Tűzsér Dániel mekkora gólt szerezte, jó ég! Az első fél időben is volt egy hasonlóan nagy lökete, az még fölé ment, hát ezt meg szegény hegedűs. Ez a slusszpoén a mérkőzésen is, így aztán ő szerzi a fordulógóját, nem könyves. Hát ez hihetetlen. Azt a ballába sokan illik Tűzsértől. Kabán is megalakult a DVSC, vagy ha úgy tetszik, Loki szurkolói klubja, a Hajdúszoboszlói a Derecskei, a Hajdúböszörményi a Berettyóújfalui és a Krasznai Társaság után. A csütörtök esti Holló étteremben tartott rendezvény kezdeményezője Gali Tibor agrármérnök volt, aki rögtön köszöntötte a jelenlévőket. A DVSC együttesét ezúttal a vezetőedző Herceg András, valamint Tisza Tibor középpályás, illetve Sós Bence fiatal titán képviselte, de sajtófőnök Csubák Zoltán, illetve a marketing vezető Jenei Domokos is megjelent. A szurkolói összejövetelen jelen volt Kaba város polgármestere Szegi Emma, a város református lelkésze Sohajda Mihály, valamint a Holló étterem tulajdonosa Molnár Attila is, akik ugyancsak rajonganak a DVSC-ért. A kiváló hangulatú rendezvényen a vendéglátók és a vendégek kölcsönösen megajándékozták egymást. Jó volt hallani, hogy a Kaba több kiváló játékost adott a DVSC-nek, és mindig jó volt a kapcsolat az ottani klub és a Loki között, mint ahogy manapság is, írta a DVSC honlapja. Ennek kapcsán felemlegették Kondás Elemér, Plókai Mihály, Tőzsér Géza és a jelenlegi DVSC kedvenc Tőzsér Dániel nevét is. Az eseményen Gali Tibor megajándékozta a Loki egykori játékosát, a kabai futballcsapat jelenlegi vezetőedzőjét, Plókai Mihályt, aki az elmúlt hétvégén ünnepelte 50. születésnapját. A kabai szurkolói klub vezetőséget is választott, melynek elnöke Elek Béla, titkára pedig Elek Melinda lett.
Rajtuk kívül Kárász Lajos és Soltész Imre is bekerült az elnökségi tagok közé. Az első kabai klub végül közös vacsorával zárult. Az NB1-es klub honlapján a következőképpen méltatták a rendezvényt. Jó volt látni, hogy a mezőgazdaságáról híres kisvárosban mennyire szeretik a futballt és a DVSC-t. Klubunk köszöni a helyiek kedvességét és vendégszeretetét, olvasható a dvsc.hu-n. Az esemény után Gali Tibor ötletgazdával, valamint Elek Melindával, az új klub titkárával beszélgettünk. Aki ismeri Gali Tibort, akkor tudja, hogy mindig történik valami az ő környékén, vagy az Old Boys, vagy a Nyári Színház, vagy a hűtőüzem, de ez most sport. És hát ugye sportban is tudjuk, hogy nagy rajongója vagy több klubnak, elsősorban a kabai klubnak. Most egy igazán kuriózum közösség kezd összekovácsolódni, meg volt az alakuló ülése a kabai Loki klubnak, majd mindjárt elmondod a hivatalos nevét, mit kell tudni erről a gondolatról és erről az összejövetelről. A DVSC labdarúgó szakosztályának néhány vezetőjével személyes barátságban vagyok, és többször felvetődött bennük, hogy amennyiben igény van rá Kabán, szívesen kijönnek egy szurkolói ankétre, egy szurkolói találkozóra, és ezt az alkalmat, vagy ezt az ígéretet váltottuk be múlt hét csütörtökön, mikor a DVSC edzője és néhány játékosa és a szakosztály vezetésének néhány tagja eljött Kabára, ahol megszerveztünk egy szurkolói találkozót. A szurkolói találkozót felhasználva megalakítottuk a kabai Loki szurkoló klubját. Ez már egy folyamat, hiszen a megye több városában alakultak ilyen klubok, ami nagyon üdvözlendő, hiszen a Loki mindig is a megye csapata volt, nem csak elsősorban a Civisváros csapata. Igen, már a több városban Derecskén biztos máshol is, Szoboszlón is megalakult a Loki klub, és ennek a folyamatnak része volt. Kabán is nagyon sokan szurkolnak a DVSC-nek, sok embernek van, sok szurkolónak van bérlete, bejárnak, és szerintem ezen az estén is kiválóan érezték magukat testközelben az egyre sikeresebb játékosokkal és ugye az edzővel. Ugye vannak mindig összekötő kapocsként szolgáló személyiségek, amikor Kondás Elemér volt a DVSC edzője, nagyon sűrűn jött ki, ő is meglátogatta a kabai Meteorit edzését például, vagy különböző összejöveteleken, de most is van ilyen kapocs a két város, a két klub között. Igen, hát több Elemér ugye itt kezdett el, itt volt először edző, itt játszott az NB3-ba, és akkor voltak az edzővel kisebb meg nem felelősségek, és akkor kitaláltuk, hogy Elemér játékos edzőként, és egy nagyon szép karriert futott be. Most is sok ismerősünk van, de aki kifejezetten kabai kötődésű, az a DVSC mai labdarúgó csapatának a csapatkapitánya, Tőzsér Dániel, aki Tőzsér Géza bácsinak az unokája. Tőzsér Géza bácsi kabai lakosok voltak Géza bácsiék, például a fia Géza, aki szintén focizott, ha Lokiban lehet, hogy csak kerettag volt, de NB2-ben sok meccset játszott, ő 8-os koráig ide járt iskolába, és a kisfiú pedig, vagyis Danika, aki most a csapatkapitány, ő is szívesen gondol a kabaiakra, de legnagyobb sajnálatunkra nem jöhetett el Kabára, ugyanis a vezetőedző nyilatkozata szerint a csütörtöki szurkolói találkozón azok a játékosok, akik szombaton a kezdőcsapatban voltak jelölve, azok nem jöhettek el, ugyanis a szigorú napi rendet nem lehetett megbontani, még emiatt a szép esemény miatt sem. Úgy aztán mi pedig készültünk, a kezemben tartom azt a fényképet, amely 1955-ben készült, Molnár Ferikétől kaptam meg, illetve tőle kértem egy régi fényképet, és találtunk is, ahol itt van a régi csapat, és a bal szélen van Tőzsér Géza bácsi, egy szép szál fiatal ember, és a technika segítségével úgy oldottuk meg, hogy a kisunokáját oda retusáltuk a mellé, aki öleli a nagyapját, és a fényképnek azt a címet adtuk, hogy nagyapa és az unoka egy csapatban.
gondolom, elküldtük neki, ez a példány nekem marad meg emlékbe, elvitték, Tisza Tibi ígérte, hogy elviszi és átadja neki, és most hallottam, éppen ma hívtak, hogy nagyon köszönik, és örülnek, hogy ezzel a szombati győzelemmel is örömet tudtak okozni a kabolyaknak is, ugyanis itt megígértettük velük, hogy meg lesz az ötödik győzelmük. Sorozat. Meg is lett szombaton, tehát jó, hogy betartották a fegyelmet, mert Özsér Dani úgy kipihente magát, hogy egy... Akkora gólt rúgott, igen, egy hatalmas gólt rúgott, úgyhogy... Tűzsér lövi, ezt is gól! Tűzsér Dániel mekkora gólt szerezte, jó ég! Az első fél időben is volt egy hasonlóan nagy lökete, az még fölé ment, hát ezt meg szegény hegedűs. Ez a slusszpoén a mérkőzésen is, így aztán ő szerzi a fordulógóját, nem könyves. Hát ez hihetetlen. Azt a ballába sokan ügylik Tőzsértől. És hát Tisza Tibi, ha már ugye említettük Tisza Tibort, azért az ő személye is érdekes, mert előtte való nap Magyar Kupa meccsen, ha jól tudom, igen, szintén jól játszott. 5 gólt rugott, igen, Csongrádon. Tisza Tibinek remek múltja van, nem nagyon, nem biztos, hogy tudja mindenki. 100 meccset játszott a Újpestbe, és 49 gólt rugott. 30 meccset játszott Belgiumban, az Antwerpenben, és 15 gólt rugott. Úgyhogy Diósgyőrben is szép emlékek voltak, látható volt, mikor a Diósgyőr Loki meccs volt, Debrecenben akkor kitörő tapssal üdvözölt a DVSC, vagy a DVTK tábor is. Pedig ők elég kritikusak, tudjuk, és úgy látszik, hogy most Debrecenben kezd alakulni egyébként egy jó csapat, ahol igazán a debreceni fiatalokra és a debreceni kötődésű idősebb játékosokra építenek. Igen, hát ez minden csapat törzszurkolóinak az álma, hogy a saját nevelésű játékos, illetve a csapathoz kötődő személyek legyenek a edzők, a vezetők és főleg a játékosok. És ez Debrecenben már megvalósult, vagy két alkalommal, és most harmadik alkalommal is úgy néz ki, hogy ez sikerre viszik ezt a gondolatot. Megvan-e még a kabai csapatnak az a jó kis renoméja, amit annak idején a Kabai Cukor FC-s időszakban vívott ki magának, hiszen akkor itt nagyon komoly játékosok, nagyon komoly szakemberek fordultak meg. Mit mondott erről Herceg András? Abszolút, emlékeznek. Hát jelen volt Pókai Misi egyébként, aki múlt héten ünnepelt az 50. születésnapját, őt is külön köszöntöttük. Mindenkiben éberen él még az az emlék, amit az a csapat akkor letett az asztalra, azt a látványos játékával és a dobogó közeli vagy dobogón helyezésekkel. Ez most egy szép alkalom volt, egy szép gesztus is a kabai szurkolói közösség részéről, de mik a tervek? Hát a terv az, hogy ezt a közösséget szélesítjük, és Nyugat-Európában, biztos máshol is, de amit biztosan tudok, hogy Nyugat-Európában ahol tele vannak a stadionok, annak egyik fontos része, a szervezésnek egyik fontos aspektusa, hogy a város közeli településekről szervezett buszos utazásokat szerveznek a meccsekre, és úgy jönnek. Én így voltam több helyen is, de a Milánóban mindenképpen kétszer is így mentünk Bressából Milánóba az Inter meccsre, mert a kedvenc olasz csapatom az Internacionálé, és valóban... Nem az AC Milán. Nem az AC Milán. És ez is majd lehet, hogy egyszer eljön az, hogy Ladányból indul egy 42 fős busz, felszáll 14 ladányi, 11 kabai, és az többit meg a szoboszlóiak, és akkor busszal mennek, busszal jövünk vissza, és így fogjuk megtölteni, ha nem is megtölteni, de 10 000 fölé vinni a DVSC stadionjának a néző seregét. Aki azt gondolná, hogy a foci az csak a férfiak kedvenc játéka és szórakozása, erősen téved, mert itt a kabai DVSC közösség klub megalakulásánál egy hölgy, Elek Melinda kapta a titkári teendőket. Egyáltalán egy fiatal hölgy, hogy fertőződik meg a labdarúgás szenvedélyével?
Hát fertőzések azért nem mondanám, de édesapámnak nagy szerepe van ebben, hiszen még a 2010-11-es szezonban volt az, mikor mi elkezdtünk járni a meccsekre a debreceni stadionban, még akkor a régibe, de még akkor nem voltunk bejeletesek. Viszont a következő nőnk, ha már veretlenül lett bajnok a Loki, akkor kezdtünk el bejelettel járni, és azóta ez tart nálunk. Hát az egy jó idény volt, Kondás Elemér vezérletével ugye bajnok lett a csapat, azóta eltelt egy-két év, hát a Lokinak mondhatjuk, hogy egy kisebb hullámvölgye után vagyunk remélhetőleg. Hogyan érzed, hogy Kabán, milyen egyébként a DVSC elfogadottsága a fiatalok körében? Hát sok emberről tudom, hogy járnak meccsre, viszont szerintem jó lenne, ha többen járnának, és akkor még nagyobb lenne ez az igény, hogy ugye, hogy a fiúk is mondták a szurkolóként, hogy szeretnék, ha minél többen lennének, és akár a 20 000 stadion tele lenne, bár ezt azért még nehezen fogjuk elérni, de azért egy 8 000, 10 000 fő még azért kivitelezhető lenne. Említetted, hogy családilag bérletesek vagytok. Vannak-e más kabaiak, akikről esetleg tudsz, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a Loki meccseit? Igen, Kovács Imre úr például a fiával szokott járni, vagy például ott van még Soltész Imre, vagy Kárász Lajos, akik ugyanúgy elnökségi tagok lettek ezen a szurkolójankéton. És szerintem azért még vannak egy páran. Ugye itt beszélgettünk Tőzsér Dániel kabai gyökereiről, vagy Tisza Tiborról. Neked van-e személy szerint kedvenc Loki játékosod? Gyerekkori kedvencem azért Bódi Ádám, mindig is imádtam a játékát. Hát ő most visszatér. Így van, ennek nagyon is örültem, viszont nagyon nem szerettem azt, amikor ő elment, mert úgy éreztem, hogy lett egy lyuk úgymond a középpályán nélküle, mert azért ő egy szervezőjátékos volt, viszont nagy kedvencem most már Tőzsér Dani is, mert ő is azért betölt egy jó kis szerepet a játékban, illetve Tisza Tibi, akivel azért jó barátságban is vagyunk, ismerjük egymást. De ezen kívül Jovanovics is ott van, akit nagyon szeretek, őt nagyon tisztelek a futó teljesítménye miatt, azért az nagy érdem, amit ő elvégez egy-egy meccsen, illetve azért tisztessége mindenkit szeretünk. Hát kérem szépen, egy igazi szakemberrel van dolgunk. Milyen volt a hangulata ennek a fórumnak? Ugye említette az előbb Gali Tibor, hogy Herceg András, Tisza Tibor volt itt, de mások is ellátogattak. Így van, itt volt még Sós Bence, aki ugye most sérült, egy 5 hetes úgymond rehabilitáción van túl. Már úgy láttam, hogy azért jobban érzi magát, meg ugye játszott is a hétvégén a kis Rokiban. És itt volt még Csubák Zoltán, Jenei Domokos, aki ugye itt játszott Kabán régen, illetve ugye a fotósok, akik nagy szeretettel csinálták a képeket mindenkiről, és azért elég sok Loki drukker eljött még, amit nagyon köszönünk mindenkinek, hogy azért támogatnak minket, hogy eljönnek. Gondolom, hogy lesznek különböző rendezvényei, eseményei ennek a klubnak, ebben természetesen a Kabai Televízió partner lesz ennek a népszerűsítésében, úgyhogy jó munkát kívánok! Köszönjük szépen! Édesanyám, de megszomorítottál, mikor engem sumás lánynak odaadtál. Adjad, anyám, legkedvesebb lányodat, akiért az árva szíved meghasad. Anyám, anyám, édes, kedves, jó anyám, de boldog vagy, hogy sumásnak odaadtál. Mert ha sumás kislány nem lettem volna, nem is jutott volna szép rokolyára. A püspöki barak sárgára van festve, oda járnak a sumás lányok este. Kemény a fek, édes anyám, de soha.
keskeni, jos bársony keskeni, nem bánom, csak a régi, csak a régi, csak a régi szeretőmet sajnálom. Aki ezt a piros kendőt megleli, vigye el a galambomnak, galambomnak ezerszernek közöli. Korázdában szépen szól a pacsirta, levelemet, levelemet, levelemet régi galambom írta. Azt olvastam könnyes szemmel belőle, csak a halál, csak a halál, csak a halál választhat el már tőle. Azt olvastam könnyes szemmel belőle, csak a halál, csak a
jobbra, üdvend babám, én megmegyek balra. Sárba taposom a fénykéket, nem vesz lehet sok. Lenn a déli város, ott a vágyon, megakadt a szemem egy balra lányon. Urvázott a vendőr haja a sötétbe, mikor belenéztem a szemébe. Mentem hozzá, meg is kértem, legyen az én drága feleségem. Boldogságot tudom nála megtalálom, lenn a néli bábos volt a vágyon. A boldogságot tudom nála megtalálom, lenn a néli bábos volt a vágyon. Annak, aki feledni tud, azt mondják, az élete is könnyebb. Azt mondják, az ilyen ember nem egy soha senkiért egy könnyebb. Ki tudja, hogy mi az igaz, ki tud másnak a szívébe látni. Az a szív szólni tudna, sokkal többet mondana, mint bárki. Annak, aki felenni tud, akit nappal mosolyogni látna. Hiába megy jól a sora, este mégis vendége, ha bánok. Azt mondják, az idő gyógyít, minden rosszat segít elfelejteni. De ha holtig tagadjuk is, egy valakit nem tudunk felelni. Azt mondják, az idő gyógyít, minden rosszat segít elfelejteni. De ha holtig tagadjuk is, egy valakit nem tudunk felelni.
Kedves nézőink, ennyi fért mai magazin műsorunkba, természetesen a jövő héten, október 8-án újból friss, szerkesztett, érdekes összeállításokkal várjuk a Kabai Televízió nézőket. Addig is ajánlom szíves figyelmükbe a különböző elérhetőségeinket, melyet itt a képernyőn feliratoztunk az önök számára. Várjuk információikat, javaslataikat, ne felejtsék, csak arról tudunk beszámolni, amiről mi magunk is tudomást szereztünk. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!